Itt is vagyunk az Axioma Plus következő műsorában, és köszöntöm Magyarósi Attilát, a CoinCash ügyvezetőjét, akivel a Bitcoinról fogunk beszélgetni egy korábbi videónk apropóján. Összetudnád foglalni azoknak, akik nem látták az előző videónkat, hogy mi is az a Bitcoin, Szerbusz Norbi, köszönöm szépen a meghívást. Persze, a bitcoin tulajdonképpen egy digitális kvázi pénz. Azért mondom, hogy kvázi pénz, mert hogy nem teljesen tölti be a pénz vagy a törvényes fizetőeszközök szerepét, de a legtöbben, akik bitcoin felhasználóvá válnak, pénzhelyettesítő eszközként használják azt. Mi a gyakorlatban inkább úgy szoktuk elmagyarázni, és aztán talán közelebb áll a mostani használati szokásaihoz, hogy a digitális készpénz helyett sokkal inkább digitális arany lett a bitcoinból. Mit jelent ez? Az emberek nem feltétlenül azért vásárolják a bitcoint, hogy egymás között értéket mozgassanak, vagy én megvegyem tőled az autódat bitcoinért cserébe, vagy a kávémat kifizessen vele a kávézóban reggelinél. Sokkal inkább érték tulajdonságát miatt szeretik. A bitcoinnak ugye az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy van egy úgynevezett max supply, tehát egy, 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 limitált mennyisége, összesen 21 millió darab születhet belőle, ebből ugye most már több mint 19 millió darab forgalomban van, és a következő nagyságrendek 120 évben fogjuk kibányászni, vagy ugye kvázi termelődik meg a hálózatban a maradék 2 millió darab. Ez a végessége, ez ad egy szűkösséget neki, és ezt teszi hasonlatossá a fizikai aranyhoz, amit szintén a szűkössége miatt szeret az emberiség, mint értékfelhalmozót. A bitcoinnál igazából ugye a koncepcióváltásnak az egyik lényege, vagy amiért ezt a digitális arany szeretjük, az az, hogy uh, ugyanezt a szűkösséget átviszi a digitális térbe. Ugye a bitcoin megmásíthatatlan, a bitcoin meghamisíthatatlan, ellophatatlan, feltörhetetlen, kvázi egyébként transzparens rendszert alkot, ahol központi irányítók nélkül tudunk digitális értéket tárolni. Amikor csúcson volt a bitcoin árfolyama, akkor olyan 69 ezer dollár körül mozgott. 2022-ben viszont már csak olyan 29 ezer dollár körül mozgott ennek az árfolyama. Mi okozza ezt az esést? Hát az esés nagyon sok minden okozhatja. Mi azt gondoljuk, hogy leginkább a makrokörnyezet változása okozza most jelen pillanatban azt látjuk, hogy a, ugye még 20-21-es évet a, a Covid-ot a, a, nagy, a nagy jegybankok pénzbőséggel, likviditásbővítéssel akarták ellensúlyozni, egy borzasztó alacsony kamatszint volt, egy borzasztó nagy pénzbőség volt. Ez a pénz kereste a helyét a világon, ugye ez, ez elképesztő tőzsdei részvénypiaci ralikat is okozott, és egyébként azok mellett a kriptovalutákba is rengeteg pénz áramlott, hiszen Biztonságos körülmények között kamatoztatni viszonylag nehéz volt a pénzt, mert nagyon alacsony volt a kamatszint, viszont, viszont ez, a meg, ez a pénz megkereste a helyét, ahol infláció fölött tud gyarapodni ezért a befektetők szívesebben választottak kockázatos eszközöket, többek között a bitcoint is. Úgyhogy ez, ez volt például azok a, szerintünk az egyik fontos oka annak, hogy, hogy mondjuk 9000-10000 dollár környékéről egészen 69000 dollárig ment, kicsit több, mint egy év alatt a bitcoin árfolyama. Most ez a folyamat fordulni látszik, ugye az látszik, hogy ez az átmeneti infláció az eléggé állandósulni látszik, sőt olyan méreteket ölt, amiket már nagyon-nagyon régen nem láttunk. Elképesztő magaslatokba megy a pénzromlás, ebben a pénzromlásban pedig a, pedig a tőke, ugye amikor magasabb kamatokat tud realizálni, lényegesen alacsonyabb kockázattal, akkor pedig ezeket a biztonságosabb megoldásokat választja. A háború miatt, az ellátási láncok miatt, a COVID miatt is még mindig egy kicsit van egy bizonytalanság a világgazdaságban. Hogyha biztonságosan, kvázi kényelmesen lehet infláció fölött gyarapodni, akkor nem biztos, hogy a kockázatos eszközöket választjuk. Említetted, hogy ez kockázatos Abszolút. dolog. Mi adja a kockázatát? Az, hogy nagyon fiatal dolog, és mint minden nagyon fiatal dolog, ezért nincsenek meg még a kialakult rendszerei, nincsenek meg a kialakult módszertanai. Nehéz értékelni a bitcoin, tehát ugye az egyik leggyakoribb kérdés, amit kapni szoktam, hogy mi adja a bitcoin értéket És akkor ugye erre számos, számos válasz van pró és számos válasz van kontra, hogy, hogy ez kicsit mint az istenbe vetett hit filozófiai vitája, meg tudjuk indokolni ugye a filozófiai alapokon is létezését létezését, és ezt meg is tudjuk cáfolni is. Egyébként azt gondolom, hogy a bitcoinban a is Bitcoinba a hit ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni az egyik legfrappánsabb válaszomat, akkor igazából szerintem a bitcoinnak az egyik legfontosabb dolga az az, hogy az emberiség elhiggye, hogy ez az az ér digitális értéktároló eszközönben érdemes tartani az értékét. És én egy kicsit azt gondolom, hogy ez, 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 ez a társadalmi vita ez lezajlott, és hogy, hogy van egy olyan több százmilliós tömeg, aki, aki úgy döntött, hogy ő elfogadja ezt az igazságot, és ezt általános igazsággá tette. Innentől kezdve, hogyha sokan hiszünk abban, hogy a bitcoin egy digitális értéktároló, akkor a bitcoin digitális értéktároló lesz, hiszen az arany sem a fizikai tulajdonságai miatt kerül 1800-1900 dollár bónciánként, mert azt gondolom, hogy vannak olyan nemes filmek a Földön, amiket sokkal jobban tudunk hasznosítani, mint az aranyat. Ö, hanem azért, mert évezredes tradíciója van annak, hogy az arany lesz az a, a nemes filmben értéket tárolunk. Úgy néz ki, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon is valós dolog, hiszen az ukrán kormány a háború kapcsán kripto adományokat fogad el. Hát és az nem is keveset kapott. Én azt hiszem, az utolsó számot láttam, az 50 millió dollár fölött volt. Ami, ami azért egy, egy kelet-európai nemzetállam szempontjából, vagy bücséje szempontjából, plán amikor háborút visel, és valószínűleg a bevételei drasztikusan estek, azt gondolom, hogy ez egy jelentősen látható támogatás. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy az ukránok a kriptovalutát elfogadják? Amikor baj van, és ezt láttuk sok hiperinflációval működő országban, akkor hirtelen ez a napon belül 5-10%-os volatilitás, ez az 5-10%-os árfolyam mozgás, ez már nem is tűnik olyan rossznak. A például Venezuela egy nagyon-nagyon jó példa volt. Olyan társadalmi adaptáció zajlott le pár hónap alatt, amikor elkezdett összedőlni alattuk a bolivár és az egész nemzeti a monetáris politikát, a, a maga alá temette az aktuális állapot, hogy gyakorlatilag már a helyi Burger lehetett, uh, már nem csak bitcoin hanem azt hiszem, egy fél tucat kriptovalutával a um, hamburgert fizetni, mert hogy sokkal-sokkal megbízhatóbb volt, mint a nemzeti fizetőeszköz. Tehát, hogy nem tökéletes megoldás az elektronikus fizetésre a bitcoin, de amikor baj van, amikor határokon átívelő tranzakciókat kell megoldani, amikor fontos az például, fontos lehet a decentralizáltság, akkor viszont hirtelen, mint egy jól működő, kézenfekvő megoldás lép előtérbe. Szerintem az ukránok is erre, erre csaptak le, vagy ezt, ezt próbálták Kihasználni, illetve szerintem a kriptos közösségnél, ahol ugye jelentős hagyomány tudott felhalmozódni 21 es évben az óriási árfolyamemelkedésnek, köszönhetően szerintem az ő jó indulatokra is próbáltak játszani, és hát ezért 50 millió dollár igazolja, hogy ez be is jött. Azt látjuk, hogy amerikai tínédzserek lettek milliárdosok ebből az egészből. Ezt hogyan csinálták? Egyszerűen csak bátrak voltak, vagy, vagy mi a titok? Hát ezt igazából ugye ők tudják megmondani, mi talán trendeket láttunk ebből az egészből. Egy kicsit, mint az internetnél a 2000-es évek legelején, hogy, hogy ahogy az internet kitermelt az internet generációt, úgy most a kriptovaluták kitermelték a kripto, kriptomilliárdos generációt. Nagyon sok kriptovalutánál, ugye a bitcoinnál is, de több másik kriptovalutánál is nagyon-nagyon jellemző volt, hogy a protokoll indulásának a legelején, a korai időkben, túljavadalmazza a legkorábbi felhasználóit. Ami azt jelenti, hogy ha te voltál elég bátor, hogy akár kis összeggel is befektes a bitcoinba, mondjuk akár 2010-ben vagy 2011 ben ugye pár dolláros, aztán nagyon sokáig egy 200 dolláros értékeltségen lehetett kereskedni bitcoint, ami mondjuk akkor nem tudom, 50-60 ezer forintot érhetett. Az most ugye 10-15 millió forintot, sőt ugye tavaly még akár 20 millió forint környékét is érhetett az az 50-60 ezer forintos befektetésed. Úgyhogy igazából szerintem a korai beszálló az volt az, az a leggyakoribb módszer. De, de hallottunk, láttunk másfajta történeteket is, például a bitcoin bányászokat, akik, a, akik nagyon olcsó árammal tudtak bányászni, és megengedhették, hogy egy nagyobb, egy nagyobb volumenre üljenek rá. A kereskedés egyébként még a, a kriptomilliárdosoknál az egy, nagyon, az egy nagyon meghatározó vonal és ott is jellemzően egyébként nem azok, akik a klasszikus mondjuk forex vagy részvénypiaci vagy értékpapírkereskedői múltal rendelkeznek, hanem sokkal inkább a programozói háttérrel érkezők, akik valamilyen algoritmikus vagy bot alapú kereskedést fejlesztettek, ami a kriptopiacoknak pont a volatilitását, ami mondjuk a kisbefektetőknek akár mondjuk egy rossz tulajdonság is lehető, pont ezt meglovagolva, gyakorlatilag folyamatosan, konzisztensen tudtak profitot realizálni, azt kriptóban realizálták, majd amikor az a kriptó ugye az emelkedett, akkor azt értékesítették, és ebből lehetett ebből azért tekintélyes summákat lehetett zsebre tenni. De gondolom sokan buktak is ezzel. Abszolút, csak ugye róluk soha nem szól a történet. Ügy, ezért is szoktuk mondani mindig, hogy, hogy a kriptovaluta az egy volatilis eszköz, az egy magas rizikójú eszközállomány, és hogy mindig, mindig, annyi pénzt érdemes befektetni, amit az ember nem fél elveszíteni. Következő kérdésem a transz transzparenciára vonatkozna. Mennyire átlátható a, a bitcoin Hát ugye a bitcoinban pont ez a szép, hogy a bitcoin tökéletesen átlátható. Van, van egy közhiedelem. Azt szokták mondani, hogy, hogy ugye a bitcoin ez egy anonim pénzküldő hálózat, és ugye főleg azok szokták azt mondani, akik szívesen élő hozzák ezt a bitcoin a bűnözők pénze, nagyon féligasságokon alap, alapuló tévhitet, a bitcoin a valóságban valójában egy pseudonim rendszer. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint az OTP főkönyvét. Látjuk az összes OTP-s tranzakciót, csak azt nem látjuk, hogy ki volt A és ki volt B. Tehát látjuk, hogy A küldött B-nek egy millió forintot, de azt nem látjuk, hogy ki volt A és ki volt B. Abban a pillanatban viszont, hogy azonosítottuk át, abban a, ezért pseudonim, ezért fél, fél anonim, abban a pillanatban viszont állnak az összes tranzakciója 2009. január 2-től az idők végzetéig teljesen transzparensen elénk tud tárulni. Nagyon sok olyan szoftver van már, aki egyébként valójában semmi más nem csinál, mint hogy adatbázisokat épít ezekből az információkból, ha valahol publikusan, social médiában vagy bárhol elérhetővé válik egy tárca címhez kapcsolható entitás, akkor azt csak berögzíti egy adatbázisba, és ezt előfizetési díjért mondjuk az érdeklődők számára a közérdeké bocsátja. Például egyébként az FBI az Európol is erőszeretettel használ ilyen szoftvereket, és egyébként nagyon szépen nyomon lehet követni rajta az illegális forrásokból származó, uh, származó vonalakat, uh, vagy uh, forrásokat. Szóval ezt a bűnözők nem tudták igazából hasznosítani. A korai években, 2013-ban, ugye volt ez a rossz emlékű Székród uh, nevű um, Darknet a Darknetes kvázi ez egy piactér volt, ahol bármilyen fegyvertogot lehetett vásárolni, és a bitcoin első között vezették be a bitcoin. És azt gondolom, hogy a bitcoinnak a, a, rossz hírnevét, ez mai napig, a, mai napig ez, a, ez a rossz emlékű Silk Road miatt nyugi ez, a, ez az a szégyenbélyeg, amit nehezen akar lemosni magáról, de hogyha belenézünk a számokba, a, ha belenézünk a, a, valódi tényeket, megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi évben például az illegális felhasználás a bitcoin hálózatán 0,15%-a volt a teljes tranzakciós volumennek. Tehát 99,85% polgári legális felhasználás volt, és 0,15% pedig valami illegális tevékenységhez volt köthető. Ugye nyilván, ami nem, tehát hogy azt szokták mondani, hogy ami nem lehet drogot vagy lányokat venni, az, az nem is pénz. Bitcoinon is lehet tehát hogy mint ahogy mindent a konyhakést is lehet rosszra használni, a bitcoint is lehet rosszra használni, de hogyha ezt például összehasonlítjuk a készpénzzel, a készpénzének 2-4% közé szokták tenni az illegális felhasználást a nemzetközi becslések, tehát valójában sokkal kisebb arányban használják a bűnözők a bitcoint, mint a készpénzt, mert a készpénz sokkal nehezebben tetten érhető, a bitcoin meg a transzparencia miatt örökre nyomat hagy a blokkláncon, ami kitörölhetetlen, visszavonhatatlan, és egyébként a bűnöző szerveknek elképesztő jó fogózkodókat tud adni és mostanában azt látom, hogy már ők is igenis veszik fel a technológiával ritmust, és egyre inkább kezdik tanulni és érteni a technológiát, és az ő javukra használni az illegális felhasználók ellen. Ezt a technológiát mennyire tudják az államok, illetve a bankok magukévá tenni, és mennyire tudják kihúzni a bitco bitcoin A rajt? A bitcoint, a blokkláncot, mint technológiát, a bitcoint, mint, mint elektronikus értéktároló eszközt betiltani, ez tehát először is lehetetlen, tehát fizikailag ez megvalósíthatatlan. Tehát hozhat ilyen szabályozást bármelyik, bármelyik nemzet államszíve joga, az aktuális úralkodó rezsim úgy dönt, hogy ők betiltják a bitcoint, megtehetik. Hogy valójában hogy fogják tudni ezt kivitelezni, vagy rákényszeríteni a polgáraikat, hogy, hogy ne a bitcoin hálózatán, ahhoz körülbelül azt kellene, hogy betiltsák az internet használatát az országban. És ugye Kína például többször megpróbálta betiltani a bitcoint, ahol először is ugye sok szerencsét kívánunk nekik ehhez, másodszor is ugye ezt ők is belátták, hogy ez ebben a formában valószínűleg nem kivitelezhető, úgyhogy Kína, ahol lecsapott, a pártállam lecsapott, az az volt, hogy a kínai kereskedelmi, kereskedelmi platformokat lehetetlenítették el először. A kínai tradicionális pénzügyi intézményeket hozták olyan helyzetbe, hogy kvázi nem facilitálhatnak kriptóhoz kötődő tranzakciókat, majd ugye tavaly, ami a tavaly nyári nagy árfolyam esést hozta, az pedig az volt, hogy a kínai bányászokat kvázi üldözték el az országból, tették illegális -e a bitcoin bányászatát. A Kína területén. A, úgyhogy tehát ezeken a, tehát igazából ezeken a pontokon meg lehet fogni a rendszer, de, de még ők sem erészkedtek odáig, hogy betiltjuk a bitcoint, hiszen valószínűleg ezt ők is felmérték, hogy ez lehetetlen. A fejlődő világ pedig azt gondolom, hogy látja és érti, hogy a technológiában mi az, amit hozni fog. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy sokszor a, a kriptovaluták, azok az internethez hasonló forradalmat fognak hozni. A kriptovaluták, a kriptovaluták mögött lévő technológia, maga a blockchain technológia, az annyira be fog ivódni az életünkbe, illetve ez a, ez a web 3 kezdeményezés, vagy ez a metaverzum, az annyira át fogja alakítani a, a, a mindennapjainkat, mint ahogy az internet alakította az, el, az elmúlt húsz évben. És, és, szerencsére azt látom, hogy a nyugati világ ebből nem kimaradni akar, hanem ennek az élére akar állni, úgyhogy, úgyhogy arra számítunk, hogy nemzetállami szinten, főleg a fejlettebb részén a világnak egy pozitív támogató környezet jön létre. A bankokkal már egy kicsit cifrább a helyzet, ugyanis itt azért előbb-utóbb kialakulhat egy fejfej -fej melletti közvetlen konkurencia hiszen tulajdonképpen, hogyha az árfolyam stabilabb lesz, vagy lesznek olyan, olyan kriptovalutáink, amik folyamatosan stabil árfolyamokat hoznak, ugye most is nagyon sok ilyen kezdeményezés van, és van közöttük pár, ami jól is működik, ugye van sajnos olyan is, ami, ami katasztrofális eredményeket produkál a végén, és több 10 milliárd dollár el a próbálkozás közben. De hogyha megteremtődnek ezek a feltételek a technológiában nyilvánvalóan adott, akkor, akkor a mostani kereskedelmi banki szerepekből egy csomó minden átterelődhet egy sokkal demokratikusabb formára. És ez megint ugyanaz, mint a lokálisan vagy globálisan centralizált média kontra az internet, hogy hogy az anno a nagy print kiadóvállalatok sem voltak lelkes támogatói feltétlenül az internetes újságírásnak, hiszen azt látták, hogy az ő üzleti modelljüket rombolja. A kereskedelmi bankok sem biztos, hogy feltétlenül nagyon lelkes hívei lesznek a kriptovaluták terjesztésének, forgalmazásának, nem tudom, bármilyen más szolgáltatás nyújtásnak, mert hát igazából, ha nekem nem kell náluk számlát vezetnem, hanem te meg én csak letöltünk egy ingyenes applikációt, és egymás között fillérekért tudunk tranzaktálni, és megoldottuk ugyanazt, amit most a banki utalásnál is számlavezetés, Díjjal, állami számlavezetési díja, majd utalási díjjal, majd bankkártya kibocsátási díjal, majd ilyen olyan olyan díjakkal terhel, kvázi egy nagyon szép profitot realizál belőle, és ezt mi megoldjuk egymás között demokratikus alapon, kvázi ingyen, vagy egy lényegesen alacsonyabb díjért, akkor valószínűleg el fogjuk kezdeni elhagyni az ő szolgáltatásaikat, és ők elkezdenek kiszorulni az értéklánc bizonyos részeiről. És mi a helyzet a bitcoin bányászatnak környezetvédelemre gyakorolt hatásával? Ugye hallottuk azt, hogy akár a bitcoin bányászat az Argentína vagy akár Hollandia éves elektromos áram fogyasztását is eléri, és hogy ez nagy terhet jelent. Abszolút, tehát ez, ez megint egy olyan, olyan közkézen forgó hiedelem, amit azért bizonyos szempontból érdemes pontosítani. Igen, a bitcoin bányászat egy rendkívül energiazabáló tevékenység. Az emberiségnek azért elég sok rendkívül energiazabáló tevékenysége van például mondjuk itt az előbb említett kereskedelmi bankok sem kevés energiát a, fogyasztanak, a fiók hálózatok, az ATM hálózatok, a központi szervereik, a Visa, a Mastercard, így nevek nélkül, ezek mind energiaszabáló tevékenységek, mind adnak valamit, ugye. Mit kap az emberiség a bitcointól? Egy decentralizált globális elszámoló hálózatot kap tőle, ezért sok energiát zabál. A, először is ugye nyilvánvaló az egyik legfontosabb, hogy van rengeteg olyan fejlesztés, ami abban az irányba mutat, hogy lényegesen energiahatékonyabban üzemeltessünk blokkláncokat. Ugye a második legnagyobb kriptovaluta az Ethereum is most egy ilyen irányba próbálná átmigrálni a rendszerét. A bitcoinnál azért ezt nem látom a közeljövő valóságának, hogy, hogy egy ilyen 99%-os energiatakarékossági úgynevezett proof of stake rendszer álljon át. Amit általában az emberek nem szoktak tudni a bitcoin bányászatról az, hogy a bitcoin bányászatról azt gondolják, hogy ez egy kriptovaluta business, vagy esetleg azt gondolják, hogy ez egy hardware biznisz, mert hogy ugye nagyon sok számítógépet kell futtatni, hogy ezt a számítástechnikai kapacitást előállítsuk. Ehhez képest az igazság az, az hogy a bitcoin bányászat az egy energiabiznisz. Valójában a bitcoin bányászoknak a leges, legfontosabb költségeleme az az, hogy mennyi dollárcentet vagy mennyi eurocentet fizetnek a bitcoin bányászatért cserébe. Innentől kezdve ők mindent követ megmozgatnak égen-földön, a legolcsóbb áramhoz menjenek. És az a nagy gazdasági valóság, hogy a legolcsóbb áramot mindig ott találják meg, ahol áram túltermelés van. És áram túltermelés pedig jellemzően zöld energiából van. Azok közül is legjellemzőbben egyébként az úgynevezett hidroenergiából, amik ugye a nagy vízerőművek mellett termelődnek, és nagyon sokszor a jelentős túltermeléssel küzdenek ezek a vízerőművek. Ugye olyan pillanatban nem tudunk eltárolni nagy mennyiségű áramot, hogyha lefolyik a víz, pörögnek a turbinák, és megtermődik az áram, akkor ez az áram elvész. És nagyon sokszor hálózat kiegyenlítőként telepítődnek ezek a bitcoin bányászok hidroerőművek mellé, mert ott kapják meg a legolcsóbb áramot, viszont ott egy teljes mértékben zöld áramot kapnak. Úgyhogy, ha végzünk egy alaposabb analízist arról, hogy milyen a bitcoin bányászat energiafelhasználása, akkor ebben a kisországi energiafelhasználásban azt látjuk, hogy lényegesen zöldebb már most a bitcoin energiafelhasználása, mint az egész emberiség globális energiafelhasználása, és mivel nagyon erős gazdasági motivációja van az ott lévő szereplőknek arra, hogy ez még inkább így alakuljon, ezért én arra számítok, hogy az ESG mozgalom Egyébként pont ezek a társadalmi felszólalások, hogy már egy egész ország a áramfelhasználását használja a bitcoin de leginkább a jól felfogott önös érdekük a bitcoin bányászatot arra fogja hajtani, hogy a lehető legzöldebb, a legkörnyezetbarátabb, és számukra a legolcsóbb módon oldják meg a bitcoin bányászatot. Magyarországon hogy néz ki a kriptovaluták piaca? Mennyi bitcoinja van a magyaroknak? Magyarország azért sajnos egy picit van maradva a kriptovalutában, így a, így a régió országaihoz képest pontosabban van a régióban egy-két éllovas. Ausztria, a Szlovénia, a Csehek kifejezetten, kifejezetten, aktívnak tűnnek és előrébb járnak az adoptációs görbében, mint a magyarok. A magyarok konzervatívak pénzügyekben azt látjuk, a konzervatívabbak is félnek is, a, ugye azért Magyarországon nagyon érezhető ez a, ez a készpénzközpontú szemlélet még mindig, hogy az a biztos, ami megvan, ami kézzel fogható. Emiatt a bitcointól van azért a nagy, a, a, a nagy átlagnak egy, a, egy ilyen óckodása, hogy na jó, de hát én nem tudom, ide vagy oda utalok pénzt, vagy adok készpénzt, és akkor mi az, amit kapok érte? még, még nagyon-nagyon régen, amikor kezdtük, még volt egy nagyon kedves, nagyon mai napig megmosolyogtató ügyfélélményünk, élményünk, amikor, amikor a kedves ügyfél nem tudom hány levelet és telefont intézett, hogy de akkor ő mikor kapja meg a bitcoint, és hogy ő itt, itt, lakik, nem tudom, kiskumalasan, és hogy akkor a szállítása hogy fog megtörténni, és nagyon-nagyon nehezen -nagyon tudtuk neki elmagyarázni, hogy ez már rég megtörtént, de hogy ez nem egy kézzel fogható valami. Szóval, hogy jó, nyilván a tréfát félretéve, de hogy van egy óckodás ettől a teljesen virtuális létezéstől, vagy digitális létezéstől, főleg a pénzügyeink kapcsán. Úgyhogy emiatt egy picit le vagyunk maradva, de Magyarországon is láttunk hasonló ilyen amerikai, hát ha nem is dollár milliómos, de, hogy, de hogy, hogy, hogy jelentős vagyont szerző befektetőket akik, a, korai, és ez amit mondtam is az korai beszállókkal, a vasmarokkal, szigorú disziplinával és kitartással addig tartották a kriptóeszközeiket, vagy a befektetéseiket, amik azok tettem és haszonra nem tettek szert. És mire lehet számítani? Akkor a bitcoin piaca feláll? Szerintem ez nem kérdés. Tehát, hogy ez nem kérdés. Ahogy a, a piac éretlenségéből fakad ugye a volatilitása, ahogy ezt a videóban is elmondjátok, ezzel maximálisan egyetértek. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden, minden, tehát minden piacot, hogyha megnézünk, akkor, akkor az elején lényegesen, lényegesen volatilisebb volt. 13 év egy eszközosztály életében ez még, a, ez még egyszerűen annyira kevés, hogy, hogy, hogy nekem őszintén már van olyan érzésem, hogy érettebb, mint amire számítanék, vagy számí, számíthatnánk reálisan ilyen rövid idő alatt, de ugye az is látszik, hogy a technológiai adaptációs görbéink azok, azok nagyon rövidülnek, tehát még a TV elterjedése, meg a rádió elterjedése lényegesen több időt vett igénybe, mint az internet elterjedése. Ugye azt látom, hogy a bitcoin adaptációs görbé is jelentősen rövidülni fog. Én azt gondolom, hogy mostán globálisan már lehetünk egy ilyen 10 kötője 20%-os adaptáció között. Magyarországon szerintem nem mögött azért el vagyunk maradva, szerintem még a pár százaléknál járunk, akik aktívan foglalkoznak, fektetnek be, Isten kereskednek kriptovalutákkal. Az, hogy feláll a piac, az, az, őszintén számomra nem kérdés, tehát hogy a hogy sajátossága az, hogy ha valami 10 ezer dollárról 70 ezerre emelkedik, akkor, akkor, nyilvánvalóan az le is fog jönni. Az, hogy mikor áll föl, meg hogy milyen erősen áll föl, az már, az már egy nagyobb kérdés az én fejemben is, azért most a globális makrokörnyezet az nem néz ki túl jól, én azt gondolom, hogy a magas kamatszint, Ö, azt gondolom, hogy a, a, az infláció, a háborús környezet az még ezeknek a rizikósabb befektetéseknek nem fog kezdődni a közeljövőben. Aztán utána, nem tudom, egy fél éven belül majd meglátjuk, hogyha a globális angulat javul, akkor azt gondolom, hogy a bitcoin egy jelentős felpattanást fog tapasztalni. Hogyha a globális angulat ugyanilyen rossz kedvű marad, ugyanilyen rosszak lesznek a kilátásaink, mint jelen pillanatban, akkor, akkor ez elhúzódhat, elhúzódhat ez az alacsonyabb árszint. De hát ugye ezek a tökéletes beszállók időpontjai, tehát ilyenkor kell vásárolni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm! Ha tetszett a videó, akkor kövessetek minket Facebookon, Twitteren, TikTokon és Instagramon, és írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.